Szeretettel köszöntünk mindenkit a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetének karvezetés diplomakoncertjén. Kocsis Kata vagyok. A mai koncertünkön Guo Ricie, kóruskarnagy művész, szakos hallgató, Kökényesi Júlia Márta és Urbanics Tamás énekzene, zeneismerett tanárszakos hallgatókat, valamint Horváth Liliana, angol énekzene tanárszakos hallgatót láthatják. A koncerten közreműködik a Zeneművészeti Intézet kibővített diplomakórusa. Mielőtt elkezdenénk a műsort, kérjük, kapcsolják ki, vagy némítsák le telefonjaikat. Köszönjük! Elsőként kérem, hallgassák meg Félix Mendelssohn Bartholdy Richter mich Gott című művét. Jakob Ludwig Félix Mendelssohn Bartholdy karmester, zongora és orgona művész, a 19. század kiemelkedő német zeneszerzője. Élete során operákat, szimfóniákat és hangszeres versenyműveket egyaránt komponált a billentyűs és vokális irodalom mellett. Motettái közül meghatározó a halála előtt 3 évvel, 1844-ben 8 szólamú vegyes karra komponált Richter mich Gott kezdetű zsoltár feldolgozása. A 43. zsoltár szövege magyar fordításban a következő. Szolgáltass nekem igazságot, Istenem! Kelj ügyem védelmére az istentelen nemzetséggel szemben. A gonosz és álnok embertől szabadíts meg engem. Hisz te vagy Isten, az én menedékem, miért vetsz el engem? Miért kell szomorúan járnom kellnem, miközben sanyargat engem ellenségem? Küldd el világosságodat és igazságodat, hadd vezessenek és vigyenek el engem szent hegyedre s hajlékodba. És bemegyek Isten oltárához, újjongásom örömének Istenéhez, és lantszóval dicsérlek téged, Isten, én Istenem. Miért vagy szomorú lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert fogom még áldani őt, arcom üdvösségét, az én Istenemet. Vezényel Urbanics Tamás. Christ.
Johannes Brahms, német zeneszerző, a romantika korában élt. Az Esgét ein Wehen című vegyeskari művet 1874-ben szerezte. A darabban egy menyasszony történetét ismerhetjük meg, aki egy erdő közepén a szerelemről énekel. A lány világa sóhajokkal, vágyódással teli, és félelemmel. Szomorúságról, mély bánatos érzésekről ábrándozik, melyek akkor fognak szívébe költözni, ha ő és kedvese majd elválnak egymástól. Johannes Brahms, Esgét ein Wehen. Vezényel Guo Ricie. Helena Matilda Munktell, svéd zeneszerző, 1852-ben született. Stockholmban és Bécsben folytatott zenei tanulmányokat, majd Párizsba költözött, ahol Liszt Ferenc egyik korábbi tanítványa is oktatta. Zeneszerzőként 1885-ben debütált Svédországban, és ő volt az első nő, aki hazájában operát szerzett. Munktell három dal skandináv költeményéből című művét 1899-ben adták ki Párizsban. Elsőként a Május című dalt hallhatják, amely a füllett, illatos májusi esték képeit mutatja be. A szöveg
Oscar Levertin svéd költőtől származik, melynek fordítása a következő. Fényes felhők közt jár a nap, dalban zümmög az alkonyat hangja, illatban rejlik az első ibolya tiszta szendergése Kebleden. S szívem, kedvesem, májusi esti ragyogó napot rejt, s vágyakozó álmaim mélyen harmatos, tavaszias ibolyát. Kék vizek és zárt virágföldek körül elhalványul, hamarosan illatok és színek tüze kihúny a fehér éjszakában. De gyöngétségem napja, kedvesem, lilás-pirosra festi májusi éjszakádat, és vágyakozásom ibolyája adja illatának legszebb ragyogását. Ezt követően az Almafa bölcsessége című tétel szólal meg. Albert Theodor Gellerstedt költeménye szélsőséges érzelmeket dolgoz fel, csapong az édes csábítás és a telhetetlen türelmetlenkedés között. A szöveg fordítása így szól. Gyere virágzó ágamhoz, mielőtt elveszített szárnyaid. Mindjárt vége a tavasznak. Gyere kis játszó pinty, csobbanj bele a ragyogó villanásba és harmóniába. De tüstént itt légy, az idők változnak, és te nem mutathatsz többet. Az idők változnak, és én egy nap gyümölcsösök alatt hajolok meg, megtörve a viharban. Gyere, most már jobb lesz. Gyere virágzó ágamhoz, mielőtt a madár elvész. Mindjárt vége a tavasznak. A művet a mai koncerten előadja a kibővített diplomakórus női kara, zongorán kísér Körtesi András zongoraművész, vezényel Horváth Liliana. Thank you.
Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária! Szergej Rachmaninov, orosz zeneszerző, zongoraművész, karmester, 1915-ben megírt, Esti Zsolozsma kórus ciklusából hallhatják az egyik talán legszebb tételt. E ciklus az orosz ortodox éjszakai vírasztást dolgozza fel, melynek egyik tétele a most felcsendülő Bogorodice Gyévó, a nyugati egyházban Ave Maria, üdvözl légy Szűz Mária, mely imádságot Szent Lukács evangélista elbeszéléséből angyali üdvözletként ismerünk. Kökényesi Júlia görög katolikusoknál lát el kántori szolgálatot, akiknek kelet-bizánci hagyományaikhoz szorosan hozzátartozik az Isten szülő különleges tisztelete. Így ez az imádság is, mely náluk is, csak úgy, mint az orosz szövegben, eképpen hangzik. Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Mert szülted nekünk Krisztust, az üdvözítőt, a mi lelkünk szabadítóját. Vezényel Kökényesi Júlia Márta.
A Túró teszik a cigány című népdalfeldolgozás Kodály Zoltán női kari kompozíciója, melyet 1925-ben szerzett. A magyar népdalnak az élet minden helyzetére van hangja. Boldogság, vágy és fájdalom, ármány, ünnep és szerelem. A magyar ember mindről énekel. A költészet és a dallam az élet tisztaságából ered. Az európaiak úgy vélik, Magyarország szerencsés, mivel a legjelentősebb zeneszerzőink számottevő népdalgyűjteményt állítottak össze, melyeknek gyönyörű feldolgozásaikban új értelmet adtak. A magyar népdalok örökké fényes csillagokként fognak ragyogni a sötét éjszakában. Vezényel Guo Ricie. Bartók Béla, zongoraművész, népzenekutató, tanár, a 20. század legnagyobb magyar zeneszerzője. Alkotói tevékenységében meghatározó a kórusok részére komponált irodalom. A gyermek és női karra írt Tavasz című mű az ébredő természet mellett a magyar nép hitét és teremtett világgal való kapcsolatát jeleníti meg. Következzék Bartók Béla, Tavasz. Vezényel Urbanics Tamás. Simona Rosa, she's a little bit,
Beyser Matyó Tamás 1972-ben született Siklóson. Középiskolába, a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába járt, zeneszerzést Györfi Istvántól tanult. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol mesterei Orbán György és Soproni József voltak. Művei között találunk táncegyüttesek számára írt népzenei feldolgozásokat, táncjáték és táncdráma kíséreteket, operákat, kantátákat és oratóriumokat, valamint kórus, szóló és zenekari műveket. Ma egy magyar bődi népdalokból szerzett kompozíciót hallhatnak tőle, mely az Édesanyám rózsafája címet kapta. A darab két ifjú történetét meséli el, amelyben megjelennek a fiatal meggondolatlanság következményei, a házassághoz kapcsolódó keserédes beletörődés, a falusi pletyka okozta ártalmak és a bús, visszarévedő nosztalgia. Szólót énekel Kocsis Kata, vezényel Horváth Liliana. Oh.
Karai József zeneszerző, karnagy, a 20. századi magyar zene egyik kiemelkedő alakja. Zenekari és hangszeres művei mellett a kórusokra írott műveivel különlegesen gazdag örökséget hagyott ránk. A ma felcsendülő Szép a tavasz, szép a nyár című műve erdélyi, köztük Lőrinc Révi csíki népdalokat dolgoz fel. Az első részben felcsendülő, érzelmekkel teli rubátó népdal mellett találkozhatunk öreges csárdással, melyhez dűvös kontrakíséret társul, majd a második, gyors részben, a friss csárdásban, úgynevezett szaporában éri el a csúcspontját a mű. Vezényel Kökényesi Júlia Márta. A diplomázók szeretnének köszönetet mondani szeretteiknek, tanáraiknak és mindazoknak, akik hozzájárultak a mai koncert színvonalas megvalósulásához. A koncertet követően a diplomázó hallgatók minden vendéget szeretettel várnak a földszinti 003-as terembe az állófogadásra és egy közös kocintásra. A koncert zárásaként hallgassák meg Karai József Szép a tavasz, szép a nyár című művét. Thank you.
lehessen. Hey, látom rózsán, látom, 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 látom